Hát sziasztok! Itt gondolom tegeződhetünk, a hallgatóimmal magázolnom, de itt ez most egy más közeg, úgyhogy maradjunk a tegeződésnél. A nevemet hallottátok. Egy pár szót magamról bemutatkozásképpen. Valóban igaz, hogy a MECDESZ hivatalos megalakulása körül ott báváskodtam. Az első ELTE bölcsészkörnek voltam alapító tagja, aztán a harmadkiadónak szintén alapítója és 10 évig főszerkesztője, és most pedig a Károli Gáspár Református Egyetemen, az Anglisztika Intézetben tanítok angol irodalmat. Persze nem így akartam kezdeni, csak mivel a MECDESZ meg lett említve, ezért elvitt ez a hivatalos irány, de úgy szoktam bemutatkozni, hogy feleség vagyok, 21 éve, ugyanannak a pasinak a felesége, akitől van 2 fiam, most már ők is úgymond felnőttek, 18-at most töltötte be az egyik, a másik pedig 20 éves, úgyhogy ezzel kellett volna igazából kezdenem. Ó, és megjelentek is. Hát, amint látjátok, átkereszteltem a címet, mert ez úgy jött nekem, remélem, hogy így lett. Úgyhogy üdv a valóságban, a felnőtt hívő élet, ez lesz a cím. Van egy mottóm, amit megmutatnék, és abból azt hiszem, hogy kaptok egy kis ízelítőt, hogy milyen lesz ez az egész. Az ember inkább tönkre megy, de nem akar változni. Inkább belehal a rettegésbe, mintsem megmászná a jelen keresztjét, és veszni hagyná illúzióit. Angol nyelvet kedvelő kedvéért odaraktam angolul, és ez egy nagyon híres 20. századi angol költő, aki megtért, úgyhogy a pályája fele az már mint keresztény telt. Ezért szeretem az angol irodalmat, mert csomó ilyen eset van benne. Na, hát ebből az idézetből remélem annyi kiderült, hogy ki szeretnék titeket rángatni a komfortzónátokból, úgyhogy aki ezt nem szeretné, az most még elmenekülhet. 45 perc, úgy akkor utána visszajött, akkor még lesz éneklés, ilyesmi, tehát hogy akkor úgyhogy én szóltam, jó? Tehát erre fogok hivatkozni. Na. Ugye, amint a mottóból is kiderül, általában félünk a változástól. De arra hívlak titeket, hogy ezt a félelmet kellene egy kicsit félretenni, vagy leküzdeni, mégpedig azért, mert kicsit hatásod ezt is így mondani, de Isten nem egy konzervatív Isten, hanem ugye ezt mindenki tudja, aki egy kicsit is a Bibliát már úgy belenézett, meg volt vele dolga, hogy ő mindig újat készít. Tehát, hogy ha te nem vagy hajlandó megnyílni az új felé, és változni, és növekedni, akkor lemaradsz. Ugye ez a kép, itt így elég jól látszik, a lelkészünk, ja, és azt nem mondtam el, pedig ez is fontos, hogy a Gödöllői Református Gyülekezetnek a tagjai vagyunk, a férjem református lelkész és vallástanár a Gödöllői Református Gimnáziumban, még ezt gondoltam, hogy elmondom. Onnan jutott ez eszembe, hogy ezt a hasonlatot a Gödöllön a lelkészünk mondta egy pár éve, és nagyon-nagyon megragadott bennem, azt mondta, hogy a Szentlélek árad, Isten munkálkodik, Isten újat készít, és aki nem hajlandó ezzel menni, azt így körülfolja. És megy tovább ez az erő, ez az áradat, ez az egész. És akkor ő szépen ott marad lehagyva. Na most, ezzel szemben én azt tapasztalom sajnos, hogy sok keresztény közösségben a megtérés az egyfajta ilyen beérkezettséget jelent. Tehát kicsit úgy fogjuk fel, hogy oké, megtértünk, megvan a receptünk arra, hogy mit higgyünk, mit gondoljunk, hogyan éljünk, élet megoldva. Nagyszerű. Pedig a megállás, mint látjuk ezen a képen, a hit halála. Elnézést a PPT-ért, nagyon kis béna lesz és primitív. A komfortzónából kilépni mindig félelmetes, de enélkül nincsen élet. Tehát ez nagyon fontos. Ugye azt is látom közösségekben, ennek a ragaszkodásnak
ahhoz, hogy ott maradjunk, ahol vagyunk. Az egyik jele például az, hogy valakinek válságba jut a hite, tele lesz kételyekkel, és mi a megoldás? Hogy térjen vissza ugyanoda, ahol azelőtt volt. Na erről lesz ma szó, mert ugye itt a hit fejlődéséről vagy a növekedéséről szeretnék beszélni. Na most a következő dolog ezzel kapcsolatban, na igen, az még nincs, igen, tehát hogy természetes dolog, hogy a hitünk változik. Természetes dolog, hogy a hitünk változik. Az lenne a baj, ha mondjuk most úgy hinnél, ahogy 5 éve hittél, vagy ha egy idősebb ember esetében, ha most is úgy hisz, mint ahogy 15 éve hisz, és az Istenről alakított képe ugyanolyan, az elég nagy vészjel, az elég riasztó. Senki nem gondolhatja, hogy Istennel tökéletes formában találkozott. Ilyen nincs. Isten tökéletes, de én nem vagyok az, és az én Istennel való kapcsolatom, a mi Istennel való kapcsolatunk, az mindig viszonylagos, mindig relatív. Na ez az egyik dolog, amit a felnőtt hívőnek előbb-utóbb el kell fogadni sok más mellett. Na nézzük a következőt, itt most egy kis nyelvóra. Ki az, aki ezt le tudja nekem fordítani, hogy ez mit jelent? Van-e ilyen? Igen? Nagyszerű. Isten mindig nagyobb, ezt egy régi szent mondta. Nagyon szeretem, gondolkoztam sajtó, hogy ki fogom írni az íróasztalon fölé, hogy mindig előttem legyen. Isten mindig nagyobb, mindig több, mint a róla alkotott képünk, mint a gyülekezetünk róla alkotott képe, mint az egyháznak a róla alkotott képe. Nem lehet őt behatárolni. Nagyon fontos. Az, hogy Isten egy teljesen leírható, objektív valóság, ez, bocsássatok meg, de ez még a természettudományokban sem működik. Ugye, hogyha beszélgettek tényleg komoly, alázatos fizikusokkal, én épp 2 éve hallottam egy remek előadást, és beszélgettünk, és abszolút egyetértettünk abban, hogy még a materiális valóság is meghalad minket. Még az is olyan titokzatos, csodálatos és sokrétű, hogy amit a természettudomány csinál, az, hogy különböző modelleket kipróbál, hogy melyikkel tudja jobban leírni minél több részét annak a valóságnak, de az egészet azt nem fogja lefedni. Akkor most gondoljátok el, hogyha a materiális, az anyagi valóságunk, a világ komplexitása is ilyen nagy, akkor mi a helyzet Istennel? Mi mégis valahogy gyakran azt látom, hogy ragaszkodunk egy ilyen eléggé nem működőképes, racionalista igazságfogalommal, vagy bizonyosságfogalommal, és amikor látjuk, hogy ez nem működik, ezt a feszültséget nagyon nehezen tudjuk elviselni. Most két szempontból nem működik ez, ugye. Aki kezd a felnőtt hithez közeledni, az ugye észreveszi előbb-utóbb, hogy más felekezetek egy csomó mindent máshogy gondolnak Istenről, mint ahogy ő neki tanították, vagy amit ő hallott, és akkor azt mondja, hogy hoppá, vagy az igaz, vagy az igaz. Fekete, vagy fehér. Ugyanez a szorongás jelentkezik akkor, amikor a saját istenképünk változik. Hát hogy lehet? Hát én nekem ezt mondták, és én ezt elfogadtam, akkor most mi van? És iszonyúan megijedünk, összezavarodunk, stb. Csak hogy. Ugye tanítottak valamit nekem, és ha már nem gondolom úgy, azt mondjuk, hogy akkor elvesztettem a hitem. Mi van e mögött? Egy másik téves feltételezés az, hogy a hit egyenlő a helyes tanítással. Ugye a hit a fejben. Tehát, ha nekem változnak a gondolataim Istenről, akkor én elvesztettem a hitem. Ez szerintem nagyon fontos, még vissza fogok térni többféle formában. Mi csinálunk tehát? Isten szépen bedobozoljuk. Ugye így könnyen kezelhető lesz, nem okoz meglepetést, biztonságot ad, megvan az üdvösség receptje, nem kell szorongnom emiatt. Ugye a legtöbb, hát nem legtöbb, de sok közösségben látom azt, hogy rettentően erős határokat állítanak. És aki így él, annak a úgynevezett teologizálás vagy gondolkozás az annyit jelent, mint tudjátok ilyen, hogy van ez magyarul, ez a border patrol. Határőrködés, ugye? Tehát, hogy folyton arról az, hogy na idáig el lehet menni, na ezt szabad gondolni, ezt nem szabad gondolni, ezt szabad tenni, azt meg nem szabad tenni. Van egy mondat, amit rendkívül, éppen ezért kicsit ideges leszek, amikor hallom. A Biblia azt mondja.
Na, most akkor én lefordítom, hogy mit jelent ez a mondat. Ez azt jelenti, hogy mi megfejtettük a Bibliát, megfejtettük Istent, összekötöttünk minden pontot, a rendszeren belül, a mi rendszerünkön belül minden kérdésre van válasz, nekünk igazunk van, és akik nem fogadják el a mi rendszerünket, azok tévednek. Ez így egyszerű, nem? Így lehet így is élni. Csak aztán, amikor jön az élet, a felnőttség, az úgy rád szakad, akkor a rendszerek összeomlanak előbb-utóbb. És akkor jön a válság. Mert hogy? Nem. Tehát rátszakad az élet, a valóságot nem fogja be semmilyen rendszer, Isten még kevésbé, és azok gyakorlatilag arra jók, hogy összeomoljanak. 31, az mi? Az mit jelent? Hogy annyi időm van még? Na megijedtem, hogy annyit beszéltem. Te jó ég. Jó. Szóval jön a válság. Hát azt nem szeretjük, mert nem jó kimozdulni. Viszont éppen azért, mert nem szeretjük, ki szeret kimozdulni a kényelmes kis dobozából? Senki. De ezért örülhetünk a válságnak, mert általában, tehát hogy akkor muszáj lesz. Jön a válság, ez az első jó hírem, azért jó hírt is fogok mondani. Ha jön a válság, az azért jó, mert akkor muszáj lesz kimozdulni. Biztos, hogy már többen vannak itt olyanok, akiknek volt már és lesz is az életükben olyan, hogy az az istenkép, ami addig volt, az nem működik a válságaid idején. Na most jött el az a pillanat, hogy mondjak személyes példákat. A férjemet kérdeztem, hogy ajaj, mit beszéljek én itt, és azt mondta, hogy a saját életedről. Na most, bocsánat, erről másfél órát tudnék beszélni, úgyhogy ha elragadnak az anekdoták, lehet integetni, hogy most már lépjünk tovább a fontosabb és komolyabb dolgokra. Na, először bibliai példákat mondok, bocsánat, mondok személyes, és mondok bibliai példákat is. Az egyik például Péter és Kornélius története. Nem akarom részletezni, biztos a legtöbben ismeritek az apostolok cselekedeteiből, hogy Péter teljesen összezavarodott, amikor Isten őt arra kérte, hogy egy pogánynak a házába lépjen, és együtt egye vele a tisztátalan állatokat, és utána tudjátok, hogy álomban tanította meg Isten, és rángatta ki őt ebből a komfortzónájából. Otthon napokig gondolkoztam, hogy milyen mai párhuzamot hozhatnék, hogy ez milyen iszonyatos gáz dolog volt neki. Tehát az egész világ, a vallásos doboza teljesen szétment. De nem tudtam ilyen példát, mert nagyon megrázó lenne, vagy nem tudom. Szóval nincsen erre példám, de ez nagyon-nagyon-nagyon megrázó volt. Viszont visszalépek az Ószövetségbe, az egyik kedvenc ószövetségi emberemhez, ez Jób. Tehát ha valaki ugye válságon ment át, akkor az ő volt. És a Jób könyvében pont ez történik, amiről eddig beszéltem. Hogy Jób istenképpen megváltozik, mérhetetlen szenvedések árán. És ráadásul, ami nagyon kellemetlen itt, hogy itt az van, hogy a Biblia túllép egy bibliai tanításon. Amit a barátok képviselnek, az a mai napig is az Ószövetségben megtalálható, eléggé bevett és az ószövetségi ember számára magától értetődő dolog volt. Ezt úgy szokták nevezni, hogy a viszonzás dogmája, vagy a megfizetés tan. Ez ugye azt jelenti, hogy aki Isten félő, az megjutalmazza az Úr, aki nem félő az Isten, azt megbünteti. Aki jó gyerek, az jól jár, aki rossz gyerek, rosszul jár. Nézzetek utána példabeszédek könyve, azt hiszem Ezékiel leginkább a proféták közül a Mózes 5. könyve. Hoppá! Nyilvánvaló, hogy a valóság cáfolja ezt a logikus, biblikus teológiát. Na akkor mi van? Akkor mi van? És a barátok nagyon megijednek, és szépen vissza akarják gyömöszölni Istent ennek a tanításnak a dobozába. Mert ugye, amit Jób átélt, az Jób egyszerűen erre nem hajlandó. És ebből van ez a rettenetes veszekedés. Na majd visszatérek még Jób könyvére. Na akkor most mondok néhány személyes példát. Én egy nagyon-nagyon kicsi, nagyon zárt szabad keresztény gyülekezetben tértem meg, igazából nem a Megdeszbe, vagy hát mondjuk folyamat volt, és ott kezdődött. Ez annyira radikálisak voltak, ez még ugye a rendszerváltás előtt volt, az óutcai testvérgyülekezetről szakadtak le, és az volt az egyik alapelvük, hogy az államnak semmi köze a gyülekezethez, és ezért nem is jelentették be magukat, tehát tulajdonképpen illegálisan lakásokon találkoztak. És azt gondolták, hogy a történelmi egyházakból kivonult a Szentlélek. Hát nem tudom a baptistákról mit gondoltak, de azt hiszem, hogy azok is azért, nem biztos, hogy a lécet átvitték volna a baptisták.
csak ők hívők gyakorlatilag. Tehát ezt ugye egy idő után úgy kezdtem kapizsgálni, hogy itt ők ezt mondják. De ugye nagyon kis naív kezdő keresztényként ugye itt indultam, és aztán kezembe került Luther életrajza. Elolvastam, jé, hát ez is hívő, na hát. És akkor ugye egy doboz szétment, kellett egy nagyobb dobozt építeni. Akkor utána bekerültem a Megdeszbe. Na, akkor ott elkezdtek nekem mondogatni ebbe a gyülekezetbe. Hát azt nem, hogy ördögtől van, de hogy nem ez az Isten akarata a számomra, és ott én csak az egómat élem ki a Megdeszben, és teljesen éreztették velem, hogy engedetlen vagyok, hogy én a Megdeszbe szeretnék részt venni. Rövidre fogom, el kellett végül onnan jönnünk, és aztán bekerültem egy református ifibe, egy nagyon, nagyon klassz, és életemnek egy nagyon mély és időszaka volt, amikor nagyon előre jutottam, azt hiszem, a Isten megismerésében. Na hát, a református egyházban is úgy tűnik, hogy mégiscsak azért úgy néha megfordul a Szentlélek. Aztán közben elkezdtük a Megdesz, ugye a Bibliakört a bölcsészkaron, ahol két református, az egyik a Pasaréti, a Torockot érített, a Cseri Kálmán gyülekezetből volt valaki, akkor volt egy testvérgyülekezeti lány, és hoppá, két ferences szerzetes, így kezdtük el. Hoppá, akkor ezek szerint még a katolikusok is esetleg beférnek a dobozba. És így tovább, ugye? Mondok akkor egy másik példát, a férjem, aki egy nagyon szigorú református gyülekezetben tért meg, ahol a prédikátor nagyon tehetséges igehirdető volt, és folyton-folyton evangélizált. Csak kizárólag evangélizált, tehát gyakorlatilag most nagyon parodizálni fog, bocsánat, mert az Jézusom, el fog menni az időm. Ugye Krisztus nélkül elveszett vagy, az életed egy romhalmaz, iszonyúan bűnös vagy, teljesen megoldatlan minden, befogadod a szívedbe, attól kezdve életed csodás, nem félsz a haláltól, és akkor arról szoktak az igényedetések, hogy a hívő ember ilyen, meg olyan, meg amolyan. Na, a férjem, ugye akkor még kötelező volt a katonaság. Na, oda katona lett, összedőlt a doboz. Mert azt látta, hogy hívő, hitetlen, tök mindegy, nem működik, nem működik. Ott mindenki szív, és ott egyszerűen nem működött ez az ő kis fantasztikus kis megkülönböztetése. Na jó, ennyit a szövegelésről. Akkor nézzük a következőt. Itt megint arra van, hogy rengeteg ilyen szakaszolás lehetséges. Én most egyet felállítottam itt, ami nem azt jelenti, hogy ez ami abszolútum, nem azt jelenti, hogy ezt mindenre tudjátok alkalmazni, nem is különíthetők el tisztán ezek a fázisok, egy ember életének egy adott pontján több fajta lehet együtt, stb. Tehát ezt kezeljétek jól, ez csak egy modell, ha működik, ha nem, nekem valamennyire ez most itt működik. Tehát ugye van a gyermeki hit, hogyha jön, igen, amit ugye a naív bizalom jellemez, az Isten képünk az nagyjából az, hogy az Isten egy apuka, aki mindentől megvéd, és aki teljesíti a kéréseimet. Akinek ugye meleg szívű, meg jó apukája volt, annak szerencséje van, mert az könnyebben átéli ezt, akinek meg bántalmazó, vagy hideg, vagy távoli apukája volt, annak nehezebb. De számomra ez például egy bizonyíték ez butaság, tehát hogy én azt látom, hogy tényleg, hogy minden embernek ott van a szívében a vágya az ideális apa iránt, és van is egy képünk arról, hogy az milyen. És a gyermeki hit az e körül forog igazából. A seglőkor, következő, most itt nagyon egyszerűsíteni fogok, lázadás vagy dogmatizmus. Ugye vagy durván lázad a seglőkori hitre, vagy az jellemző, hogy durván lázad a hit, meg az Isten, meg amiket tanult az egyházában, vagy gyülekezetében, vagy pedig az ellenkező irány nem bírja a feszültséget elviselni, és bekeményít. Tehát láttunk ilyeneket is. Volt ilyen, hogy a kisebbik fiam a legjobb barátját így elvesztette. Mert egy olyan református ifibe került, ahol megint csak ezt sejtették, hogy csak úgy jó, ahogy mi tanítjuk, és gyakorlatilag csak térített, mint egy jehovista, folyton az én másik református ifjúba járó gyerekemet próbálta mindenfélekről meggyőzni. Felnőtt hit. Ja nem, előbb jön az, hogy
Igen. Van a felnőttnek a visszamaradt vagy éretlen gyermekesite, akkor a felnőtt hit vagy fiatal felnőtt hit, amiről úgy gondolom, hogy ti úgy az elején vagytok, úgy nagyjából, majd lőjétek be magatokat. És itt sincs vége a világnak, van legalább még egy fázis, gondolom én, az érett hit, vagy nem tudom, hogy nevezhetném. Jó, tehát, akkor most beszéljünk a felnőttségről. Illetve én erről a két részről szeretnék beszélni, tehát amikor általában beszélek, hogy milyen a felnőtt hit, akkor ugye azt fogom mondani, hogy nem olyan, mint az éretlen gyermekes hit, ugye? Mert aki, ami egy gyereknél oké, az nem biztos, hogy egy felnőttnél oké. Jó, tehát, milyen a fiatal felnőtt hívő? Először is megérkezik a valóságba, ezt fogom most kifejteni. Először is elutasítja azt, amit én úgy nevezek, hogy felettesén kereszténység, vagy ha nem is utasítja el, elkezd ezen kiakadni, és elkezd egyáltalán megérteni, hogy ez micsoda. Ugye mi azt mondjuk, hogy a hitünk belülről fakad, meg a lélek munkája, meg az ingyenkegyelem, stb. Tehát nagyon-nagyon mondjuk ezeket a dolgokat. De azért a valóság az, hogy nem vákumba tér meg senki, kivéve Robinson Crusoe-t. Ki az, aki tudja, hallott erről, hogy Robinson Crusoe megtér a lakatlan szigeten kezeket fel? Jó, kötelező olvasmány, jó, bocsánat, kijött belem az angol irodalom tanára. Én fiatal koromban még egy olyan verziót olvastam, amiből ez ki volt cenzúrázva. Most nem tudom, hogy azért, mert hogy ifjúsági irodalom, és azért, vagy pedig a kommunista cenzúra szedte ki ezeket a részeket, de amikor az ELTE-n el kellett olvasni, hogy hoppá, klasszikus megtérés történet, beteg lesz, majdnem meghal, talál egy Bibliát, felcsapja, Isten megszólítja. Bocsánat, nem mondhatom el, mert nem erről szól az előadás. De általában nem ez van, hanem bekerülünk egy közösségbe, ugye? Ahol vannak közösségi elvárások, vannak kimondott, ki nem mondott szabályok, és nagyon nagy az emberben az elfogadás iránti vágy, ugye? És azt hiszi, hogy valami belülről jön, de igazából nagyon sok szempontból ezek a külső elvárások mozgatják. Ez a felettesén, ez egy freudi fogalom, amikor nem is egészen tudatosul benned, de igazából ugye először a családod, szüleid, aztán a közösséged, a társadalomnak az elvárásai hatnak rád, és azok mozgatnak. Tehát az elfogadás iránti vágy, az üdvösség miatti szorongás. Most itt megint nagyon sokat beszélhetnék erről, csak ezt sem tehetem meg most, hogy persze, tényleg, amikor az embernek van egy nagyon mély találkozása Istennel, akkor jó esetben tényleg átéli Isten szeretetét, és az, hogy Krisztus érte meghalt, és hogy továbbá nem kell félnie, stb. De ez nem ilyen egyszerű, mert mind hozzuk a pszichológiai csomagunkat, és mondunk valamit, hogy hiszünk, de nem biztos, hogy teljesen mélyen hiszük, és teljesen mélyen meggyökerezett bennünk. Tehát ez a szorongás gyakran bűntudathoz vezet, és akkor tényleg kiköthetünk ott, hogy elkezdünk nagyon mereven gondolkodni, és szabályokhoz ragaszkodni, mert az biztonságot ad. Tehát, hogy folyton kell egy visszaigazolás, hogy mi elég jó hívők vagyunk. Folyton kell egy ilyen visszaigazolás. Tehát a felettesség kereszténység az nem belülről fakad, van benne egy jó adag valóságtagadás is. Idealizálom a saját hívőségemet, a saját egyházamat, a saját gyülekezetemet. És aki elkezd egy kicsit ebbe az úgynevezett, amit én a felnőtt hit kezdetének gondolok, akkor ettől besokal. És elkezd rájönni, hogy ez azért nincs egészen rendben. És elkezd türelmetlen lenni, hogy ennek nem sok köze van a véletnek. Van a vallásoskodás, a hívősködés, meg kontra valóság. Tehát van egy ilyen megrázó élménye. Következő az már nagyon kötődik ide. Gyere már! Őszinte. Most majdnem azt írtam ki, de nem mertem, hogy a felnőtt hívő csúnyán beszél. Trágár. Az volt nekem egy probléma, hogy azért azt tudom, hogy igazából a felnőttség azért durván és intenzíven akkor szakad rá az embere, amikor ugye megházasodik és gyerekei lesznek. Főleg a gyerekek mellett aztán elkezd dolgozni. Na, az aztán. És bizony megtanult csúnyán beszélni. Ezt sokan átéltük, higgyétek el. Én egy olyan családban nőttem fel, nagyon zűrös családban nőttem fel, de apám egy ilyen finomkodó ember, aki nem beszél csúnyán, úgyhogy a szar nálunk az egy tiltott szó volt. Hoppá! Amikor rászakad az emberre az élet, akkor ez megváltozik. A felnőtt hívőnek elege van a kegyeskedésből. Nem toleráns, hanem nagyon is kritikus.
Remélem, hogy, ezért, hogy ezek egy kicsit jó hírek is nektek. Tehát, hogy ezek normális, természetes tapasztalatok. Nem kell tőle megijedni. Kritikus az egyházzal, kritikus a kegyes beszéddel. Most ezen át kell esni. Ha nem esünk át ezen, akkor bizony nagyon könnyen előfordulhat, hogy megrekedünk az éretlen hitben. Az miért baj? Elfojtjuk az egyházzal, az Istennel, az élettel kapcsolatos haragunkat, frusztrációnkat, kételjeinket, akkor mi történik? Ennyi pszichológiát mindenki tud, passzív-agresszív lesz. Ugye? Elkezd kellemetlen lenni, elkezd merev lenni, már nem lehet vele beszélgetni sem, mert csak deklarál, rossz légkört áraszt, egyszerre lesz ugye defenzív és offenzív, vitázik, nem akarja viszont látni az elfojtott kételjeit. Na visszatérek kedvencemre, Jobbra, akit szerintem ez a Homér elég jól illusztrál. Azt mondja Jobb, ordite, nem véletlen, hogy hallottátok, hogy én szoktam írni, és az első cikkeimet erről írtam. Az egyik első cikkemnek ezek a Jobb igék voltak a mottói. És hogy visszatekintek, hogy teljesen átmentem ezen, amiről most beszélek. Ordite a vadszamár a fűben, bőge az ökör a takarmány mellett, megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak? Érintésétől is iszonyodom, olyan az, mint a romlott étel. Aztán ugyanitt mondja ebbe a fejezetbe, avagy az én ínyem nem veheti észre a nyomorúságot. Ugye miről beszél itt? Bocsánat, de ordítok, mert bajom van. Hát fogjátok már fel. Hát hogyha a szamárnak van mit egyen, akkor nem ordít, ugye? Az ökör se. És bocsánat, de miért nevezem én az ízetlen ételt finomnak, hogyha az egyszer szar? A nyers tojás. Ki szereti a nyers tojást? Elképesztő jó a Jobb könyve, érdemes ilyen szemmel újra olvasni. Mi bajotok van azzal, hogy én kimondom? Ugye? Ez volt a kedvencem, ez az avagy az én ínyem, ez a Károliban van így. Nem veheti észre a nyomorúságot. De a még mélyebb és a még sokkolóbb ez a következő. Látjátok a borzalmat, és féltek. Na most itt van nekem az értelmezésem. Azért én egy író ember vagyok, Jobb szeretek ám. Nem akarjátok belátni, hogy nem működik a teológiátok. Ha az ártatlanok is szenvedhetnek, akkor nem tudjátok ti sem magatokat bebiztosítani. Bármikor, bármi történhet. Veletek is nem vagytok biztonságban. Inkább maradtok valóságtagadásban, ideájaitokat, hogy milyennek ellen egy hívőnek, és hogy Isten ezt hogy jutalmazza, nem adjátok fel. Ugye ezt mondja Jobb a barátainak. Következő. Na most... Iszonyú önmegtagást gyakorolok, és ezen túllépek. Mert ki fog futni az időből. Igen. Harmadik. A felnőtt hívő. Na most, ugye érzitek, hogy ez nem olyan, hogy a hívő ember ilyen, meg olyan. Hazamegyünk, és attól fogva ezt megcsináljuk. Inkább ez ilyen megnyugtató akar lenni, hogyha ilyen dolgokat tapasztaltok magatokban, akkor nem biztos, hogy minden elveszett, nem biztos, hogy vége, nem biztos, hogy rettenetes Isten tagadókká váltatok. Zavarja a vallás, a hívőség életidegensége, nem ott keresi az Istent elsősorban, hanem az életben. Ez most nagyon radikális, nyilván ez nem mindenkinél így valósul meg, csak ez egy látható jelenség. Ugye a felettesén kereszténységnek az életlen hitnél gyakran előfordul, hogy nem sok köze van a mindennapi élethez. Az Isten tapasztalatát azt a rendkívüli élményekhez köti, tehát, vagy egyszerűen a hívő tevékenységekhez, imádság, bibliaolvasás, Isten tisztelet, dicsőítés, ifizés, stb. Ezzel együtt jár, hogy a világi életet azt viszont gyakran leértékeli, mert az veszélyezteti a hívőségét, tehát valahogy így a kettő szemben áll, hogy az éretlen hit esetében. A vallásos vagy hívő tevékenységeit Istenért végzi, míg a világi tevékenységeit ő magáért végzi. Tehát megint csak ugye a kettő, mintha szemben állna. Na most ez egy darabig működik, ugye? Ifizünk, 1000 bibliórára járunk, evangelizálunk, és rendkívül szuper hívőnek érezzük magunkat. Hát igen, most ugye egy felnőtt embernek erre nincs is ideje se igazából. Tehát, hogy évekre kiesik, főleg egy anya, bocsánat, ugye ebből a fajta hívő életből. Tehát én így éltem hosszú éveken, egyetemi misszió, Megdesz, az ifink, a harmad kiadó, jöttem, mentem, most még folytathatnám, hogy még mi volt. Utána megszülettek a gyerekek,
otthon velük, ugye pelenkázás, orrfájás, fülfájás, nem, az nem szokott fájni, fülfájás, torokfájás. És akkor ugye, mitől is vagyok én keresztény? Ugye megkérdez az ember ezt. Mitől vagyok én más, mint aki nem keresztény? Mindenki más is tisztába teszi a gyerekét, ugye? Tehát, hogy ez most egy szolgálat, ugye? Tehát, hogy ez úgy nem annyira szokott tisztázódni. Ez az a periódus, amikor valahogy el kéne jutnunk oda, hogy Isten nem egy vetélytárs, aki akadályoz engem a kibontakozásomban, akinek időt kell adni az életemben, önmagammal és a világgal szemben. És itt mondok még egy megrázó dolgot. Az önmegtagadás nyomatása, az talán még a fiatal felnőtt hívő számára sem egészséges, de az, hogy a gyerek számára nem, az biztos. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a gyerek éneket, hogy jól vigyázz, kicsi, kész, hogy mit teszel, mert a te mennyei atyát föntről figyel, nem vagyok jó a kívülről idéző, és úgy fejeződik be, hogy jól vigyázz, kicsi én, nagy ne légy. Na most én ezt betiltanám, mert akinek nem fejlődött ki az énje, az mit fog megtagadni? Értitek? És hogyha azt érzitek, hogy nem tudtok mit kezdeni, tehát ez a nyomatás, ez gyerekeknél, serdülőknél biztos veszélyes, de ti is azt mondom, ha nem tudtok mit kezdeni ezzel a tagad meg magad dologgal, akkor egyelőre tedd félre. Egy egész élet kell hozzá. És az Isten szeretetének és irgalmának egyre mélyebb és mélyebb megismerés, hogy egy picit is megértsük, hogy ez micsoda. Igen, akkor a következő, ami ide tartozik, hogy elkezdi felismerni a fiatal felnőtt hívő, hogy Isten nem az életen kívülálló hívő tevékenységekben, és itt nagyon fontos dolog, hogy a saját valóságomban találom meg. Tehát, ha nem fogadjuk el a valóságot, a saját emberi valóságunkat, minden nyomorúságunkkal, hívő kudarcainkkal, bénázásunkkal, halálfélelmünkkel, kételjeinkkel, akkor Isten hiába fogjuk belerángatni az életünkbe kívülről, hogy annak értelmet adjon. Ezt úgy is lehet mondani, ez egy idézet, amit nem írtam ki, hogy az Istenhez vezető út nem felfele vezet, hanem a saját valóságba való leereszkedést jelenti. És ez megint csak gyakran nehéz, ijesztő. És ezért maradnak olyan sokan gyermekesek, mert ezt nem vállalják, mert ez ijesztő. Következő. A felnőtt hívő felelősséget vállal az életéért. Mit jelent ez? Sokkoló gondolatok fognak következni, előre szólok. Tudjátok, biztos talán hallottátok Pál Feri atyát, én egy olyan 10 éve hallgatgattam őt így az interneten, és akkor ő azt csinálta, hogy beszélt, és akkor egyszer csak szólt, hogy Mária rádió, itt most kapcsoljon le. De ezt én nem kérhetem, hogy itt most kapcsoljátok le a közvetítést. Tehát, Isten nem biztonsági háló, Isten nem menekülési útvonal, nincs apuci, nincs biztonság, nincs. Tehát a felnőtt eljut oda, hogy én nem, tehát hogy mondjam, tehát hogy nem arról szól a hit, hogy Isten velem kivételez. Ugye ő az ő fiát sem kimélte, és látjuk, mi történt Krisztussal. Nem valami általános csodaszer arra, hogy ne kelljen szembenézni az élettel. Folytonos kimenekülés az életből, és az ima, tehát az arról szól, hogy Isten avatkozzon be, és mentsen ki engem helyzetekből, amikor az éppen szükséges. Most, igen, saját példám, én nekem volt egy olyan hosszú korszakom, amikor gyakorlatilag képtelen voltam a gondviselésben hinni, mert úgy gondoltam, hogy ez micsoda disznó kivételezés. Teljesen kiborultam, amikor ilyen bizonyságtételeket olvastam a 9-11 kapcsán, tudjátok, amikor felrobbantak a tornyok, hogy ilyen keresztény bizonyságtételt, hogy Isten engem megmentett. És pont ki tudtam jönni. Halleluja! Igen, és az a hány ezer ember? Akkor most mi van? Tehát, hogy ezek vannak, ezek a dolgok. Tehát attól, hogy nem akarunk tudni róla, vannak. És az emberben felerősödik felnőttként, hogy én az emberiség része vagyok. Tehát, hogy kevésbé van az, hogy mi itt, meg ők ott, hanem felerősödik az, hogy én is az emberiség része vagyok. És rájövök arra, hogy az én kényelmes kis dobozkám nem az Isten. Következő, nem hárítja Istenre a felelősséget a döntéseiért, ugye?
Tehát van egy ilyen, sokan ezt gondolják, hogy Istennek van egy részletes terve az életünkről, egy ilyen forgatókönyv, egy térkép, és akkor minden kereszteződésnél meg kell tudakolnunk az ő akaratát, különben teljesen elrontjuk az életünket. Most ugye, ami előtti álltok, párválasztás, ilyesmi, ez egy nagyon jó példa erre. Nekem tényleg 20 év tapasztalat mondatja velem azt, hogy az a tanítás, hogy Isten neked elkészített egy darab, mondjuk a Jancsinak elkészítette a Juliskát, és hogyha a Jancsi nem találja meg Juliskát, akkor minden borul. Bocsánat, de ez platonizmus. Ugye Plató mondta azt, hogy van két része, szakadtak az emberek, és mindenkinek meg kell találni a másikat. Ez nem bibliai tanítás. Én azt látom, és az a tapasztalatom, hogy a házasság Isten akarata. Te döntesz felelősen, hogy kivel kötöd össze az életedet, és attól a pillanattól kezdve az az Isten akarata, hogy az a házasság jól sikerüljön. Ugye értitek a különbséget? Tehát, hogy nem lehet áthárítani a felelősséget Istenre. Ezzel kapcsolatos az, hogy a felnőtt hívő mer hibázni, ugye erről már egy kicsit volt szó, sokan nagyon rettegnek a hibáktól és a rossz döntésektől. Nem látom, hogy itt van-e az a kedves beszélgető társam, aki ezt a kérdést feltette, de ebből látom, hogy titeket nagyon izgat ez a kérdés, hogy a döntések, ugye? Tehát, hogy rossz döntéseket is hozhatunk az életben, és ez tényleg nagyon ijesztő. Én rengeteget gondolkoztam azon, hogy miket rontottam el az életemben. Most kezdek talán úgy túljutni ezen a fázison. És az volt a példája, amit kérdezett tőlem ez az illető, hogy ugye amikor Mózes azt mondta Istennek, hogy ó Uram, kérlek, küldj akárkit, csak ne engem, és akkor ugye Áront elküldte Isten, ez a csipkebokros történet, hogy helyette beszéljen. A kérdés az volt, hogy vajon mi lett volna, ha Mózes engedelmes, és azt mondja, hogy megyek, akkor nagyobb áldást kapott volna? És én azt gondolom, hogy ha Mózesben ez volt, akkor ez volt. Isten ez az út az életeden keresztül vezet, a valóságodon keresztül vezet. Felvállalta bénaságát, felvállalta gyávaságát, szembenézett önmagával. Tehát ez egy paradoxon, a felfelé vezető út lefele vezet. Hitbelileg többet épülünk abból, ha hibázunk, mint abból, ha valamit jól csinálunk. Ez egy nagyon fontos és nagyon jó hír. Nem egy könnyű hír, meg üzenet, de igaz szerintem, az én tapasztalatom szerint, hogy többet épülünk abból, ha hibázunk, mint abból, ha valamit jól csinálunk. Hoppá, már az 5. pontnál vagyok. Lehet, hogy voltak ilyen kis pontjaim? Igen, nem, itt van, jó. Hitélet átmenetileg szekularizálódhat, na ez a legdurvább. Nem feltétlenül, de mivel ugye idegenkedik a kegyes tevékenységektől, és ugye nincs is ideje erre, és ez egy nagy identitásválság lehet, mint hogy nekem is volt, hogy akkor most mitől is vagyok én keresztény, hogyha nem tudok most már missziózni, meg nincs rá idő, meg egyáltalán. A mindennapi életben kezdi el megélni a hitét, ott viszont felelősséget vállal, ugye? Tehát azt már úgy nektek is szerintem egy kicsit úgy kéne tudatosítani, hogy azért a vég nélküli megdesz táborok, konferenciák, ifizés, dicsi csopi, nagy lelki élmények, stb. Ez jó dolog, de azért na, tehát hogy ha ebben megmaradtok, azért az probléma. Odáig is eljuthat a felnőtt hívő, még odáig is akár, hogy ateistának fogja mondani magát, ugye azt mondja, hogy elvesztette a hitét. Na most itt a legtöbb esetben arról van szó, hogy a kereszténységet, a hitet az éretlen, valóságtagadó gyermetek hittel azonosította a legtöbb esetben. Én azt gondolom, hogy például ti, akik itt ültök, hogy nagy vágy van a szívetekben Isten iránt, tehát nem kell ilyenektől félni, de ha mégis ugye tele vagytok esetleg kérdésekkel, meg kételyektől, akkor lehet, hogy ez az oka. Sok keresztény közösségben szinte csak ez a kép él Istenről, meg a hitről, ez a gyermeteg kép. A durva kételkedés sem hitetlenség. Újra mondom, a hited az nem a fejedben lévő helyes gondolattal egyenlő, hanem az bizalom, és az sokkal több, az egy kapcsolat. Tehát ez egy szükséges szakasz a lelki utadon. Ne ijedj meg ettől. És azt hiszem, amit most fogok mondani, ez számomra is egy, úgy érzem, hogy ahogy készültem, nagyon sokat gondolkoztam, és hetekig gondolkoztam ezen az előadáson. Számomra ez lett a fő üzenet, amit én úgy érzem, hogy kaptam.
aki közelebb kerül a valósághoz, Istenhez is közelebb kerül. Ez tuti. Tehát az őszinte valóságkeresés nem fog elszakítani Istentől. Az őszinte igazság, valóságkeresés, igazságkeresés nem fog elszakítani Istentől, és küld majd életed minden válságos szakaszában olyan segítőket, olyan bölcs embereket, akik átsegítenek a következő fázisba, akik mutatnak egy nagyobb panorámát, de azt is érezni fogod, hogy nagyon mély a hitük, lehet, hogy sok mindent máshogy fognak gondolni, mint ahogy eddig neked mondták, de segíteni fognak. Ami az én életemnek az egyik legnagyobb áldása, és azt így visszatekintve, én 52. évenben járok, és nagyon-nagyon, tehát jó néhány ilyen válságon átestem, és el nem tudom mondani, hogy milyen nagy dolog az, hogy mindig volt valaki, aki, vagy valakik, vagy egy közösség. Tehát például a Megdesz, akik segítettek nekem, hogy az egy tényleg egy egészségtelen közösség volt, tehát a legelső, ahonnan el kellett jönnöm. Ott tényleg úgy bánt velem Isten, mint egy kisgyermekkel, hogy a megfelelő ember, a megfelelő időben, a megfelelő könyv, a megfelelő polcon véletlenül ott volt, tehát hogy teljesen elkészítette ezt. Egy percem van, még abszolút a legutolsó pontomnál vagyok, aminek az lenne a címe, ha itt lenne, hogy, ja nem, azt nem írtam fel, hogy a jövő. Ugye van egy következő szakasz, még adtok nekem 2+ percet? Amit én érett hitnek neveztem. Erről csak tényleg egy néhány szót szeretnék mondani, egyrészt, mert nem ez a témánk, másrészt és tartok ott, vagy esetleg a határán, vagy nem tudom, szóval szerintem nem az a dolgom, hogy itt a magamat berakjam valahova ezen az úton. De biztos találkoztatok ilyen emberekkel, hogy ez a gyermeki hit, ahonnan indultunk, ez vissza tud térni. De megedződve a szenvedések, a felnőtt kor, az élet kohójában, most ezek óriási közhelyek. De biztos találkoztatok ilyen emberekkel. Ezt szokták úgy nevezni, hogy második gyermekség, második naivitás. Általában idősebb hívő emberek, de nem korfüggő. Akiknél érzel egy olyan minőséget, ami tényleg lefegyverző. Tehát csak egyetlen egy példát mondok el erre. Hogy amikor egy ilyen nagyon-nagyon ilyen korszakban voltam, hogy nekem ne szövegeljenek, ne mondják a kegyes dumákat. Sajnos nem tudom elmondani, hogy ő kicsoda, Viski Feri bácsi, nézzetek utána az interneten. Vele beszélgettem, épp egy óriási szerelmi csalódásból próbáltam kijönni, iszonyan magam körül forogtam, és nagyon sajnáltam magam, és elegem volt az egészből. Persze az egész ilyen keresztény mázzal volt leöntve ez az egész dolog. És akkor beszélgettünk, ilyen lelkigondozói beszélgetés, és az öreg mindig így csak így felemelt az ujját, és azt mondta, hogy de te örülj. És azt hiszem, hogy szinte mindenkit elküldtem volna a jó büdös fenébe ezzel a szöveggel. De a Feri bácsi, hogy mondta, az igen. Szóval erre nincs több szó. Most itt leírtam, hogy milyen az ilyen ember, hogy tényleg átjárja Isten jelenléte, tényleg Krisztussal időzik, elmerül Isten mérhetetlen irgalmában és szeretetében, együtt lélegzik Istennel, valóban a lélek vezeti a lélek mélyén. Felelős ember, mégis tudja, hogy nem múlik rajta semmi, ezért oldott, derűs, elengedte a kontrollt, nem görcsös, nem vitázik, stb. És az utolsó előtt mondok az, hogy egy nagyon nagy problémának érzem, hogy bizonyos közösségekben a megtérés tanítás az olyan, mintha ez rögtön megvalósulna. Ugye? Holott egy egész élet küzdelmes munkája az Isten részéről, a mi együttműködésünkkel, hogy valaki egy kicsit közel kerüljön ehhez a szinthez. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, iszonyú frusztráció lehet belőle. Fogadjuk el magunkat ott, ahol épp tartunk. És ha ezt megtesszük, akkor ott Isten fog várni ránk. És akkor van nekem itt egy ilyen elbocsátó szép üzenetem. Ezt megint leírtam, mert hogy szeretem leírni a dolgokat, amit felolvasnak nektek, és akkor már is befejeztem. Ha durva kételyekkel küzdesz, már úgy érzed, nem is hiszel, gondold végig, nem a gyermetek hitet utasítottad-e el?
Mivel felnőttként már többet látsz a valóságból, látod, hogy a gyermetek hitbe nem lehet azt belegyömöszölni. Talán közelebb vagy Istenhez, még ha nem is tudsz róla, mint azok, akik aggódnak érted, hogy hitedet elveszítetted. Ha vágysz az élet teljességére, a szeretetben való elmélyülésre, akkor Isten veled van vágyakozásodban, és megtapasztalod majd, hogy a keresztény hit, ahelyett, hogy összezsugorítaná a világodat és az életedet, olyan mélységeket és magasságokat tár majd fel előtted, amelyről sem a harcos ateizmus, sem a gyermekded vallásosság nem tud. Hát köszönöm a türelmet, hogy megengedtétek, hogy túllépjem. Most akkor befejeztem, és akkor, ja igen, és akkor egy imával zárjuk le ezt a részt. Uram, könyörögve kérlek téged, hogy amiket elmondtam, abban valami legyen, ami esetleg egy-két embernek itt hasznos lehet. Azért nagyon hálás vagyok, hogy az életemre visszatekintve eltöltött a mérhetetlen öröm és hála, hogy megtartottál, és hogy bizonyos dolgok kezdenek a helyükre kerülni. Könyörgök most itt a jelenlevő fiatalokért, hogy adj nekik bátorságot, adj nekik őszinteséget, hogy szembenézzenek a nehézségekkel, a problémákkal, hogy ne ijedjenek meg a saját valóságuktól, a saját gondolataiktól. Légy ott velük harcaikban, légy ott velük válságaikban, és küldj segítőket, amikor arra van szükség. Maradj velük minden utukon, áld meg őket a felnőttség küzdelmeiben. Amen.